Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki egy ideje szóló karrierbe kezdett, és dalaival nem csak az országot, hanem a világot is járja. Európa nagyvárosaiban épp úgy játszik, mint Ázsia különböző részein. Az elmúlt időszakról és annak nem csak zenészként megélt tapasztalatairól beszélgetünk, hanem az egyszerű turistaként egyik nap itt, másik nap ott létezni érzésről is szót ejtünk. Kiderül, lassan kijön az új lemez, ami azt jelenti, az elmúlt egy évben vadonatúj dalok születtek. A csapatban zenéléstől a szólójátékig vezető út és annak szakaszai is szóba kerülnek. Vendégem ma este Péli Barna, akit köszöntök, szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok mindenkinek! És mondhatnám, hogy tulajdonképpen két turné között kaptalak el, és már májusra mi megbeszéltük, hogy eljössz, és csinálunk egy interjút, csak akkor én épp lebetegedtem, és aztán ti elmentetek. De remélem, már jobban vagy. Igen, ez egy pont egy napos probléma volt, csak hogy neked egy napod volt erre, szóval ennyi. Mondhatnám, hogy rendkívül elfoglalt vagy, és hogy egy ilyen szóló karrierrel, szóló műsorral járod a világot. Az én szememben így tűnik, amit látok. Abszolút, de Magyarországon játszok azért a legtöbbet, és ha már a két turnéról van szó, az a legnagyobb turné az mindig a nyári magyar turné, illetve ugye nyilván karácsonykor is azért elég sokat pörög az ember Magyarországon, vagy a körül, és van klubturné is, de ami a külföldet illeti, ott van két nagyobb turné, ilyen egy-másfél hónaposak. Az egyik a Benelux államok fele megy, és Németország, a másik pedig inkább Olaszország, Svájc, és szintén Németországnak a déli területei. Jó, hát én nem akarom elvitatni azt, hogy te itthon is foglalkoztatott, és... Nem csak nehogy azt gondolják az emberek. Hogy menekülsz. Úristen, mikor jössz végre Salgótarjánba, tudod, vannak ezek a kérdések az interneten. Nem. De azért azt lehet mondani, szerintem mi most már jó néhány éve, legalább évente egyszer megejtünk egy ilyen beszélgetést, és hát szerintem én elég jól látom a te szakaszaidat, és azért mindig megjegyzem azt, hogy mik a törekvések, és az már egy régi-régi terv volt, hogy Európa felé nyitni. Mármint abszolút. Igen, meg a Be The First-nél is nagyon tervezgettük. Csak így van. A logisztikát elég masszív megoldani egy zenekar esetében. De az abszolút kimondható, hogy akkor te, amit elterveztél, vagy amik a vágyaid a felé mész, de végigmehetünk-e a saját zenei korszakaidon? Mert hát így 40 fölött már azt hiszem, hogy vissza lehet tekinteni. Hát ha van ennyi időnk, akkor igen. Hát próbáljuk meg így összefoglalni, hogy honnan, hova jutottál, tehát most hogy értékeled magad, de hogy ez ugye indult tulajdonképpen. Honnan, hogy bemetem az első hegedű órámra? Vagy? Nem, ezeket már átbeszéltük onnantól, hogy ugye volt a United, de mondjuk ennek se akarok túlságosan hosszú vagy bőlére eresztett tartalmat adni, hanem inkább a saját magad fejlődése, ami szerintem a személyiséggel együtt jön a zenei. Hát a zenekari zenélés mély rétegeit nyilván a Unitedben éltem meg először, és olyan fantasztikus zenészekkel játszottam, mint Román Járon, volt a Gergő Mincs, Gergő Vadász Péter. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi elég komolyan befolyásoltuk egymásnak a zenei fejlődését. Nyilván nem csak azért, mert együtt jártunk főiskolára a többséggel, hanem azért, mert olyan erős véleményvezérek voltunk egymás életében, ami radikálisan befolyásolta aztán, hogy mondjam, a világlátásunkat is, vagy akár, hogy mi miatt szeretek például angolul írni zenét, meg ilyesmi, szóval egészen szerteágazó a dolog. És nyilván, hogy teltek múltak az évek, különböző inspirációk érik az embert, és én azt gondolom, hogyha most nagyon kisarkítom a két végét, akkor én pont amiatt, hogy olyan mélységet éltem meg abban, hogy zenélek másokkal, aztán például a Be The First-ből is azért jutottam végül a szóló produkcióig, mert egy olyan utat akarok végigjárni már, amiben az én saját döntéseim befolyásolják a következő pillanatot, amit meg fogok élni. Nem pedig a közös döntés. Ez abszolút érthető, viszont közben azt gondolom, hogy a zenei irányultságnak is kell, hogy legyenek változásai, abszolút, szakaszai, finomodásai, mert hogy innentől kezdve ebben is azt számít, hogy te mi szeretnél, de nincs külső kontroll, nincsen senki, aki hozzátenne. Hát a legnagyobb külső kontroll szerintem maga a világ, illetve az, hogy amit
létrehozol, az valójában, tehát önmagában jó-e abban a zenei szocializációs környezetben, amiben megírod a dalt. Tehát maga a dalszerzés az nem feltétlenül arról szól, hogy te egy ilyen zenei maszturbációszerűen valamit így kihányjál magadból, hanem egyfajta kommunikáció a többi ember felé. Tehát benne például olyan vágyak vannak, hogy olyan dolgokat hozzak létre, ami később a kultúránknak az alapját képezi egy bizonyos szegmensben, egy bizonyos olyan zenei rétegben, amiben én benne vagyok. Emiatt ugye, mivel változik ugye a világ, változik a rádiózás, változik az, hogy az emberek mi miatt hallgatnak éppen zenét, most például nagyon sokan MP3-at hallgatnak, én nekem is megváltozott például, ahogy hallgatom a zenét, tehát néha csak egy-egy perceket hallgatok. Emiatt változik az is, hogy milyen fajta dalszerzési irányba indulsz el. Ezek már régen léteztek, tehát gyakorlatilag majdnem az összes létezett már a Beatles alatt, de mindig egy picit változik, és Most én azt érzem, hogy megint egy ilyen korszakban egy picit elmozdulok. Én ezt tökre értem, meg azt is értem, hogy vannak tanult technikák, amik a fejlődéssel együtt bejöhetnek, de én még mindig, és ezt már megszokhattad volna tőlem, hogy én mindig egy kicsit az emberi lélek mélységeibe próbálok lemenni, és ahogy az ember minél többet megél ebbe az egészbe, létezik, hogy a dalszerzés egyre magányosabb műfaj lesz? Szerintem... A te esetedben. Jó. Hát beszélj magadról. Igen. A dalszerzés maga szerintem valahol mindig magányos. Tehát hogy te többen is írják a dalt, azért valaki egyedül átgondolja az alaptémát általában. Tehát inkább az üzenetét. Én azt gondolom, hogy maga a dalszerzésnek az ilyen kollektív jellege, hogyha ugye elindul, akkor nem magányos. Tehát lehet magányos, és még nem is magányos. Az én esetemben én úgy érzem, hogy néha magányos, néha pedig kollektív. Például szeretek szöveget írni másokkal. Általában plusz egy ember, vagy plusz kettő, attól függ, hogy jön ki a lépés. Valamikor egyedül szeretem megírni a dal, de például a hangszerelést, azt most például a legutóbbi dalnál két fiatal, 20 éves sráccal csináltam, tehát ők csinálták, én csak néztem őket, és néha mondtam, hogy itt lehet, hogy jobb lenne ez, itt jobb lenne az, mert direkt nem akartam egy ilyen avit, egy ilyen nagyon régies dolgot hangszerelni, vagy egy olyan visszautalást csinálni, amit már egyszer már csináltam, mit tudom, gyerekkoromban, amikor 21 voltam, amikor 35, hanem azt akartam, hogy meglepjenek valamivel, tehát az biztos, hogy... Adjanak a frissességükből. Igen, adjanak a frissességükből, és hogy a meglepetés ereje az engem nagyon inspirál. És akkor olyan dolgot állok ki, ami újfajta. De ez ugyanúgy vonatkozik, hogyha nem feltétlenül vagyok kapcsolatban mondjuk egy zeneszerzővel, hanem bekapcsolom a rádiót, megnézem, hogy melyik dalok tetszenek, és azokat elkezdem így elemezni, hogy miért tetszik nekem. És most például ez történt, hogy megnézem, miért tetszik nekem ez a dal, miért tetszik nekem az a dal, például most nagyon sok nagyon jó új dal van, ami nem volt jellemző az utóbbi 5 évben, és elkezdtem megnézni, és megnéztem, hogy mi az, ami miatt tetszenek ezek a dalok, pedig teljesen mások, mint amiket én írtam eddig. És miközben ezeket elemeztem, utána ösztönösen elkezdtem olyan típusú dalokat írni, persze teljesen más, de nekem olyan jellege van. Szóval ez egy érdekes nyilván kérdés. Olyan, mint amikor olvasol egy könyvet, érted, és akkor... És elkezded használni a szavait. Igen, van egy ilyen szólásmondás benne, ami nagyon tetszett, és akkor, vagy egy film, és akkor így elindul ez a folyamat. Ja, teljesen érthető, hát szerintem ezt hívják úgy, hogy töltekezel, meg elbeszél magadra olyat, ami érdekel, és akkor utána azon a nyomvonalon mész, mert képviselni akarod. Hát igen, vagy ezen a részeddé vált. És nem akkor, abban a pillanatban. Aztán lehet, hogy valami más dolog fog hatni rád, és az a fajta összegzés, amit a dalszerzés közben létrehozol, az ez egyfajta kép rólad. Tehát leképezed önmagadat abban a pillanatban. Én mindig is egy olyan zenésznek tartottalak, aki sokszínű, aki képes a megújulásra, és aki széles réteghez képes eljutni. És ezt még mondtam is neked a beszélgetés előtt, hogy nekem sokkal inkább volt hát ilyen európai, Európa felé, a Hollandia, a Benelux államok, amik egyébként nyilván terveid között szerepeltek is, és a mai napra bőven éled. De hogy közben volt egy dél-kelet-ázsiai turné is. Igen. És nagyon érdekel minden szempontból az élményed, a tapasztalatod, mint kultúra szempontjából, tehát mind a magyar fiú, látod, most nem 40 plusztosozlak, tehát a magyar zenész elindul, és ott egy kicsit éli a
bizonyos szempontból a turista életét, és közben pedig fellép esténként itt-ottam ott, és akkor hogy közönségévé válik az, aki amúgy a vendéglátója, tehát hogy így nagyon érdekel minden szempontból a megélésed. Zenei kultúrexport turizmus. Nagyon más, ugye én többször voltam Ázsiában, játszani most voltam igazából először. Hát igen. És nagyon más. Legalábbis, ha a követésed nem csal, akkor ez most neked igen, is tök új. Igen, és teljesen más típusú kultúra, nagyon másképp van a szocializálva, ráadásul ugye Indonézia az abból a szempontból aztán tényleg teljesen más, hogy az alaphangulat, az mi volt, a buddhizmus volt a legerősebb vallás, az egy ilyen azért van bennük valami elfogadás, meg ilyen ölelés, meg nem tudom. De hát inkább a hindu. Hinduizmus, igen. Hinduizmus, inkább buddhizmus. Igen, viszont mindeközben ez egy iszlám állam, 250 milliós populációval. Tehát ez egy, mivel hogy valami miatt ott azt terjedt el, és ez egy furcsa, ilyen kettőséget ad egyébként az egészben. Nyilván például Jakarta és Bali is teljesen különböző, mert hogy a Bali megmaradt, ráadásul egy teljesen elszigetelt hinduizmus. Tehát másfajta emberek, tehát hogy most olyan Indonéziáról beszélni, mint hogy azt hiszem, hogy az Amerika Egyesült Államok, tehát hogy ott is nagyon-nagyon különböző részek vannak. Van, ahol nagyon sok a spanyol, van, ahol északon ugye teljesen más, ott már ugye Kanadával érintkezik. Szóval ugyanez van szerintem Indonéziában is, ugye a szigeteken. Mások az emberek, és van egy ilyen alap-ázsiai érzet egyébként, amikor voltam Tájföldön is, ott még nem játszottam, de hogy például imádják a telefonjukat, tehát amikor játszik az ember, akkor egyből veszik kamerába, az nyilván nálunk is van, de azért nálunk azért megvan az, hogy egy koncertet hallgatnak, de itt olyan mértékben emelkednek a telefonok, hogyha valami tetszik, hogy így egészen fura érzésed lesz, tehát hogy benn játszottam a Hard Rockban, és akkor így érezted, hogy ez így másfajta történet. És azt hiszed, hogy nem nézik a koncertet, de utána meg baromi... Tehát tulajdonképpen rögzítik az egészet. Rögzítik, igen, de ugye baromi lelkesen jönnek oda, hogy akkor szeretnék beérni nekik, más a karakterkészletük, hogy akkor mi a nevem, akkor megnéznék a videoklipeket a YouTube-on, és akkor így, szóval ilyenek mennek. Aha, tehát, és most játszottál nekik, igen. Igen, igen. Aha, és a dalaid, a zenei stílusod, az ugyanúgy hat, mondjuk, mint Európában? Vagy ezt lehet, hogy nem látod így egy-egy fellépés után? De az a jó zenélésben, hogy pontosan lehet mérni, hogy mennyire tetszik nekik, vagy nem. Ha nem tetszik, akkor kimennek a teremből. Tehát, ugye én Közép-Ázsiában is játszottam most, két jazzfesztiválon, az egyik Kazasztánban volt, másik pedig Üzbegisztánban. Ami azért érdekes, mert ez egy ilyen volt szovjetuniós tagállamok voltak, és azért az is Ázsia. És ott például nagyon más volt, mert amikor elkezdtem játszani, akkor például annyira elzártak zeneileg, hogy gyakorlatilag én az első szám végén már tapsoltattam, és teljesen furcsa módon énekelték az angol számaimnak a refrénjét, mert ők pont van nekik internet, és addigra már tudták például a dalokat. Tehát olyan mértékben néztek utána a dolognak. Tehát teljesen másképp jöttek el a koncertre. Tehát félelmetes jó élmény volt. És nagyon-nagyon hasonló, ez Üzbegisztán volt, és nagyon-nagyon hasonló volt Kazasztánban is egyébként. És hogyha nem mint zenészt, hanem azt mondom, mint turistát kérdezlek, akkor neked ez a dél-kelet-ázsiai vakáció, meg ez a ázsiai tartózkodás milyen volt? Tehát, hogy így civilként mit mondasz róla? Én nagyon-nagyon szerettem Ázsiát, de ez egy óriási terület. Mondjuk nekem nagyon-nagyon tetszik Indonézia. Tehát az nagyon-nagyon tetszett. Közép-Ázsia is jó pofa, de ott azért ez egy másfajta jelleg. Szerintem ez egy ilyen zordabb történet. Nekem nagyon tetszett Indonézia, és Bali az meg egy fantasztikus helyszín. Na, akkor mindezek után viszont hazajönni, és akkor elindulni európai városok felé. És én azért merem azt kimondani, mert hogy voltam Indonéziában, és én azt éreztem, hogy tényleg nagy a gap a két világ között. Mindig azt mondtam, hogy valahogy a kettő között van az igazság. Szerintem ilyen rettentesen túlinformáltak vagyunk, és kétségbeejtően hat ránk ez a rengeteg információ meg újítás. Ők pedig a másik véglet bizonyos szempontból. És hogy biztos, hogy a kettő között van
Az igazság, de én... És az melyik földrészt tudod? Ja, hát nincs, igen. Ezt valószínűleg magadba kell megtalálni, vagy kiépíteni, vagy elhelyezni, de hogy én egy idő után éreztem azt, hogy okay, akkor az van, hogy én európai vagyok, és hogy kicsit vágyom vissza a nagyvárosba. Viszont szeretném, hogyha az indítatásom az olyan lenne, meg a lelkületem, mint amit ott tanultam. Na, és akkor ezek után pár nap kihagyással, vagy pár nap pihenővel indultál bele a nagy nyugati világba. Abszolút. Ezek a fajta kultúrkülönbségek hogyan élhetőek meg? De lehet, hogy ez teljesen vakvágány, azért, mert hogy sokat utazol, de engem akkor is az érdekelte, tehát azért emberileg utol kell valahol érni a testet a léleknek, nem? Igen, az igazság, tényleg nagyok a kulturális különbségek, de az ember az mindenütt ember. Tehát abban a hibában nem szabad beleesni, hogy az egyik szűrőn keresztül nézzük a másik szűrőt, mert lehet, hogy igazából nincsenek is szűrők, és szerintem pont a zene az, amikor a zenén keresztül kommunikálok a közönséggel, ami olyannyira őszinte, mint amikor először ránevet a anyukájára a gyerek. Tehát, hogy így, ha a zene maga megfogja a közönséget, abban a pillanatban nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk. Tehát maga az öröm, az összekapcsol minket. És az a fajta öröm, amit én élek, miközben örül valaki annak, amikor játszok, az valami eszméletlen. Tehát az egy olyan eufória, ami összekapcsolja ezeket a helyszíneket, és összekapcsolja a kontinenseket érzelmi szinten. Tehát ezek az érzelmek valahol azonosak. Érdekes, amit mondasz. Aha. Igen, gondoltam, hogy valahogy máshogy fogod te ezt látni, mint én gondolom. Tehát, hogy ez az én tapasztalatom. Meg valószínűleg benne van az is, nem, hogy azért, amikor te azt mondod, hogy most pedig dolgozom, vagy nem tudom, mert nem tudom, hogy te munkának hívod-e a zenélést, de bizonyos szempontból munka rengeteg emberi energiát. Ha nagyon fáradt vagyok, akkor ez munka. Munka, így van. Hiszen ez egy adó pozíció. Tehát, igen, meg hogy azért neked is te nagyon sok testi, lelki energiát hasznosítanod abszolút. Kell ahhoz, mire eljutsz oda, hogy te belekerülj a színpadi helyzetbe. Igen. Ráadásul az van, hogy ahhoz, hogy egy interakciót gerjesszek az emberekkel, nyilván előbb nekem valamit adni kell. Uh-huh. És mivel teljesen más olyan, minden szituáció, minden tér, amiben játszom, tehát van, ahol mondjuk 80-an vannak, van, ahol 450-en, van, ahol 1000-en, 1500-an, van, ahol 3000-en, szóval van, ahol meg csak 10-en, mert éppen egy olyan szituba kerültél. Ugyanúgy meg kell csinálnod a bulit, de teljesen másképp kell játszani. És bár csak magad miatt is, mert különben rosszul fogod érezni magad, és egy olyan élményt fogsz magad mögött hagyni a saját életedben, amire nem fogsz szívesen emlékezni, aminek viszont semmi értelme. És egy ilyen kesergő zenész pozícióba kerülsz, és ez nem jó. Úgyhogy én azt érzem, hogy mindig meg kell találni azt az utat, abban a térben, ahol játszik az ember, hogy azokat az érzelmeket, amiket felidéz magában valami régi élményből, vagy egy másik térben szerzett élményből, hogy ez eljusson az emberekhez, és egy olyan érzelmet gerjesznek bennük, amiben akkor éppen nem kerülhetnének nélküle. Ezt szoktam egyébként, ez egyébként katarzis úgy hívják, de én ezt térhalításnak szoktam hívni. Tehát, hogy én egy másik térrészben szerzett érzelmet adok át az embereknek, illetve ők, amikor beindulnak és visszadobnak valamit együtt, az viszont az övék, én meg arra rá tudok hajolni. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert igazából az a pillanat sehol nem létezik. Csak ott abban a pillanatban, a lelkünkben, vagy pedig ahogy reagálunk egymásban, abban az energia állapotban, vagy abban, nem tudom, abban a lelki állapotban, ahogy vagyunk. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Péli Barna. És hát beszélgettünk itt az elmúlt időszakról, a turnékról, a te zenei megjelenésednek a változásairól, és ami egy nagyon fontos dolog, az, hogy te a csapatból elindultál jó ideje már a szóló karrier felé. Ez egyébként nyilván nem egy ilyen egyedülálló dolog, nagyon sok zenészről derült ki, világsztárokról, hogy amikor anno elindultak, az ideig óráig nagyon megfelelő volt, de összességében egyedül tudtak olyan karriert befutni, ami számukra megfelelő volt. És hogy én abszolút értem ezt, hogy a közönség meg közted egy ilyen oda-vissza áramló energia van, de hogy azt meséld már el, hogy akkor, amikor van egy ilyen nagy siker, vége egy koncertnek, és megkapod ezt a
jussodat, ami a taps, ami a felállás, ami mondjuk koncerten általában állnak, az, na mindegy, tehát, hogy amivel ők visszatükrözik azt, hogy ez mennyire jó volt. Te, aki annó csapatban dolgoztál, tudod, hogy milyen azt együtt megélni. Most kivel osztod meg, vagy hogy osztod meg, vagy mi történik ezzel? Biztos érted, hogy mire gondolok? Abszolút értem. Az az igazság, hogy frontemberként én ezt nagyon hasonlóan éltem meg. Hiszen tehát van egy szócső mindig a zenekaron belül, és nyilván az a frontember, és én frontember voltam mindig. Úgyhogy ennek a nagy részét szerintem ennek az örömnek, vagy ennek a fajta kommunikációnak, ami abból alakult ki, hogy örül mondjuk a közönség a zenének, azt azért én kaptam, ami nem azt jelenti, hogy nem kaptam meg a zenekar, sőt. Oké, de megoszthattad. Tehát te utána hátra mehettél a backstage-be, és iszunk egy italt együtt, és örülünk egymásnak, és te abszolút tudod, hogy mennyire nagyszerű a dobosod, a gitárosod, akármi. Érted? Tehát, hogy nem az, igen, hogy ki kapja, hanem, hogy most igen, oké, és hogy vagy vele? Ja, értem. Hát ezt normális esetben a menedzseremmel szoktam megosztani. Aha. De hogyha a nagyobbik kép részletet nézem, akkor én azt gondolom, hogy hajlamos voltam arra, hogy egy ilyen pici közösséget képeztem, nagyon erős pici közösséget képeztem a zenekarral, ami el is választott a közönségemtől. Mm-hmm. Viszont a közönségemben, így a közönségemben sokkal több dolgot osztok meg, akár az interneten most. Sőt, a koncert után is sokkal nagyobb koncentrációval tudok nekiállni annak, hogy ott a helyszínen kommunikáljak azokkal az emberekkel, akiknek nagyon-nagyon tetszett a koncert, és azt gondolom, hogy ebben hát én... Akkor visszaadod oda, ahonnan kaptad. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ebben... Ezt alá tudom támasztani, a Be the First-es időszakban tényleg ti egy ilyen kicsit ilyen izoláltátok magatokat, mert annyira ez a mi zenénk, és egyébként megláthatja a közönség. Nagyon kedves vagy, hogy a kicsit szót használtál. Igen. Igen. Tehát, igen, én azt érzem, hogy ott... Hát ez ott... is egy szakasz volt. Igen, egyébként nagyon jó volt. Tehát volt egy olyan vízió, amit a teljes mélységében éltünk meg hárman, viszont ez csak úgy volt lehetséges, hogy csak egymásra koncentráltunk, ami viszont szerintem nem segített annak, hogy sok esetben, hogy a közönséget eltaláljuk. Volt, amikor összejött, volt, amikor nem jött össze. Tehát, hogy ugye ez egy ilyen kétesélyes történet volt, és azt gondolom, hogy ez azért el tud menni egy olyan irányba, hogy aztán így azt gondolod, hogy ez nagyon kell az embereknek, nagyon jó, tényleg nagyon jó, hát halljuk mai napig, hogy nagyon jók a lemezek, meg tényleg tök jó koncerteket játszottunk, de hogy így lehet, hogy egyel nagyobbak kell gondolkodni ilyenkor. Tehát, hogy nem elég az, hogy nekünk ez jó. Tehát aztán vagy valakinek jó lesz, vagy nem, mert akkor itt szépen elindul egy ilyen folyamat, hogy aztán a végén lehet, hogy csak, mit tudom én, 50-en hallgatják a történetet. Tehát másképpen kell visszaforgatni az energiákat csomó esetben, mint ahogy egy ilyen esetben gondolja az ember. Uh-huh. És akkor most ezt meg tudod csinálni, hogy visszaadod a közönségnek, tehát igen, magyarán nyitottabb vagy. Igen, gyorsabban tudok váltani. Tehát, hogyha van egy vízióm, van egy elhatározásom, és látom, hogy nem működik, akkor azt tudom mondani, úgy, hogy nem kell megbeszélni a másik 2-3 emberrel, hogy figyelj, ez kéne, az kéne, nem az kéne, hanem azt mondom, jó, oké, te hónaptól tök más lesz. És ezt meg tudom csinálni egy hónapon belül 4-szer, és amikor látom tényleg napról napra, hogy melyik működik, adnál kitartok. És akkor azon az úton végigmegyek. De hogy látom, hogyha a falnak ütközöm valahol, akkor nem kezdem verni ilyen korszerűen, érted, a szarvonyomat bele, hogy letörjön. Tehát ennek semmi értelme. Úgyhogy én most ezt az utat választottam, és itt sokkal könnyebb rajta járni. Ez tény. Hát meg én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember tudjon változni, tudjon reagálni a egykori önmagára, és utána vele történt változásokra is, és hogyha neked a vágyad e felé visz, akkor, tehát ha van egy vágyad, ahogy te mondtad, egy víziód, akkor muszáj arra megtalálnod az utat. És most egyébként, e pillanatban elégedett vagy az úttal, az irányjal, az aktuális helyzettel, hogy hol tartasz a lemezedben, hogy mikor mennyit koncertezel, hogy mennyi erőd van még erre az évre, és az kitart-e, és ilyesmi. Abszolút. Nagyon elégedett vagyok ezzel a történettel most, mert eleve megjelent ugye még decemberben ugye a nagy lemezem, az Improvised Destiny, és most már egy újabb nagy lemezen dolgozok, nagyon sok dalt írtam, és az azért jó, mert sokszor azt gondol az ember, hogy picit most akkor pihenőt kell tartani, vagy ilyesmi, de rájöttem, hogy nem, mert egyszerűen annyira sok plusz információ van, amit egyszerűen ki akarok írni magamból, sőt, egyébként most már sokkal több szöveget is írok,
magyarul, ami szerintem egy jó irány, és lesz most egy elég komoly lemez megjelenés, ami igaz decemberben, és benzint töltve hálósakon lehet majd kapni a lemezt, és most hát hogy elég keményen dolgozom rajta, úgyhogy szerintem egy jó kis lemez lesz. Egyébként ezzel a lemez eladással, tudom, hogy ez egy állandó téma, de hogy te ezzel hogy vagy, pont ugye említetted, hogy annyira megváltozik a zenehallgatási szokás. Nyilvánvalóan az is egy teljesen más ügy, hogy mit játszanak a rádiók, hiszen ugye arculatok vannak, és mik azok, amelyek a különböző internetes oldalakon elérnek komolyabb nézettséget, hallgatottságot, tehát hogy... Tehát, hogy igazi valós képet kaphatsz-e arról, te talán, hogy milyen is a nem azt mondom, hogy a lemezvásárlás, mert nem akarom ezt a szót használni, de hogy mennyire jut el a közönséghez a dalod? Na, azt látom, hogy több pilléren áll az, hogy hogyan jutsz el a közönséghez. Az én működésem, úgy mondjam, imidzsem, az eléggé kötődik az élőzenéhez. Tehát az egyfajta, hát, igen. Az egyfajta ilyen zászlós hajója. Tehát maguk a koncertek azok, amik a legerősebb pont a zene hallgatásra. Azok a dalok, amiket megírtam ugye az elmúlt 15-20 évben. És az, hogy most mondjuk mit küldök be egy rádióba, ami újfajta dalokat játszik, az teljesen más, amit mondtam, hogy most dolgozok fiatalokkal, az tök inspiráló, és én azt gondolom, hogy az a jó irány, hogy valami újfajta dolgot, egy újfajta ilyen megfogalmazásban legyenek azok a dalok, amiket megírok. A lemezeladás pedig megint csak több pilléren áll. Az egyik az internetes ugye terjesztés, ott nagyon-nagyon különböző dolgok jutnak el különböző emberekhez. Én azt látom, hogy az elektronikus zene, vagy az elektronikus zene néhány hangszerelésben szóló dalok, azok sokkal gyorsabbak. Most például kihoztam Első tánc címmel egy dalt, és nagyon jó hallgatottságot ért el egy hét alatt, úgyhogy gyakorlatilag tehát promócióval egyáltalán nem foglalkoztam. És volt, amikor meg kihoztam egy időzeni opuszt, és azzal sokkal nehezebb volt ez a történet. Azzal mondjuk jobban ment a YouTube-on. Tehát most én ezt nagyon nehéz belőni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen zenei és menedzsmenti kérdés is egyben. Tehát most ez nehéz. Most a fizikai lemezeladás pedig tehát a lehetetlen súrolja, és olyan terjesztő hálózatokat kell ugye megcélozni, amivel így lehet egyszerűen dolgozni, ami viszont ahhoz viszont befektethető tőke kell. Mert ugye le kell gyártani magát a CD-t, és az drága dolog. Úgyhogy ahhoz meg szponzorok kellnek, de hát hogyan lesz szponzorod, hogyha nem vagy híres, tehát ahhoz meg el kell jutni. Szóval ez egy elég összetett kérdés, és minden ember esetében egy egyedi utat feltételez, és egyedi utat is kíván meg. Tehát én esetemben teljesen más, mint mondjuk egy feltörekvő, éppen most induló produkció esetében. Úgyhogy ezt most így nehéz megfogalmazni. Nyilván, amikor itthon vagy, te magad is mondtad, hogy több zenésszel is együtt dolgozol, de egyébként az egykori önmagadhoz képest szerinted nyitottabb vagy arra, hogy akár műfaji keveredéseket produkálj, akár valaki olyannal állj össze mondjuk egy-két dal erejéig, amit régebben nem tudtál volna elképzelni, tehát hogy... Megint csak azt mondom, ahogy öregszel. A negyedik X után. És úgy egyáltalán, tehát ahogy változik a saját magadtól való elvárás, a saját zeneírásod, de hogy így a repertoárod is tud tágulni, meg a kívánságot, hogy még mibe vegyél részt, mondjuk. Már nagyon-nagyon régóta vágyam, hogy ugye inspiráljuk másoktól, és nyilván is kezdtük, ugye Be The First Out is voltak ilyen, Denizel is volt ugye egy együttműködés. Tényleg? Igen, Varga Liviusszal is volt együttműködés, akkor nagyon sok mindenkivel volt. Igazából ez mindig egy nagyon jó dolog, és én azt gondolom, hogy a szóló az még inkább segít ebben, mert hiszen soha nem kell senkivel egyeztetni, hanem csak azzal az egy emberrel, akivel akarok kooperálni. Úgyhogy most is vannak ilyenek tervben, ki hogy ér rá, ugye, mert nyilvánvalóan mindenki nagyon elfoglalt, úgyhogy én mindig nyitott vagyok az ilyen együttműködésekre. Na, tudod, mondtam én, hogy számomra mindig egy ilyen nyitott személyiség voltál, aki hajlandó egy csomó mindenbe kipróbálni magát. Szerinted van olyan, hogy
nem tudom én hány év tapasztalattal a hátad mögött esetleg valami magába hordozza a bukás veszélyét? Szántándékkal használom ezt a szót. Mondjuk azért, mert nem tudok helyettem most kitalálni. Nem tudom hirtelen mit neveznék bukásnak, de mondjuk, hogyha egyáltalán nem hívnak el koncertezni, a számomra bukás mondjuk. Tehát, nem, mondjuk arra gondolok, hogy valaki eddig kipróbálta magát ebben, abban, amabban, és aztán belevág egy olyan műfajba, ami nem feltétlenül áll jól neki, de mondjuk ő nem akarja elengedni. Tehát mondjuk most mondok valamit, kitalálnád, hogy rappelsz. És mondjuk nem lennél benne olyan sikeres, ám de számodra kedves. Tehát, hogy van ilyen, tudod. Aha, hát megmondom őszintén, hogy nem tudom, mi pontosan a bukás ebből a szempontból, azt gondolom, hogy ezt így nehéz megfogalmazni, mert én nem vagyok benne biztos, hogy én bukásnak élném meg, hogyha valami nem működik, hanem ez egy ilyen lehetséges kirándulás, ami eddig tartott. Tehát, hogy van egy kirándulás, ami csak eddig megy, és akkor van egy kirándulás, ami meg körbe jár a földgolyót. Szóval, szerintem ez egy pontos megfogalmazás. Tehát ugye azt gondolod, hogy az ember nyugodtan próbálja ki magát abba, amit akar, aztán, hogy meddig tart, ebben kell valószínűleg a határokat látni. Persze, hogy rohadt sok helyre elmész nyaralni, aztán végig mindig elmész az Adriára. Tehát, hogy mert úgy szocializálottál, meg érzed, hogy ez a te világod. Érted? De aztán valaki meg mindig át akar menni az óceánon, különben nem érzi azt, hogy nyaralt. Uh-huh. Szóval ez egy nehéz kérdés. Na, de azt gondolom, hogy ez egy pontos megfogalmazás, meg hogy ez egy így tükrözi jól a hozzáállást. Végezetül akkor most mi lesz? Most hova fogtok menni? Most még folynak ilyen magyarországi fellépések. Tehát ezzel jövünk, megyünk, és utána, közvetlenül utána lesz egy erdélyi romániai turné októberbe, és mikor onnan hazajövök, akkor utána egyből lesz egy szokásos európai turné, ami Németország, Benelux államok, amiről már beszéltem, úgyhogy aztán végre hazaérünk novemberben, és utána egyből jön a karácsony. De azt akartam pont kérdezni, hogy és pihenő mikor lesz? Mert hogyha decemberben kijön egy új lemez, akkor mintha azt is el kell kezdeni. De igazából most meg gyorsan meg kell csinálni a lemezt. Tehát a fejben már megvan, tehát fel kell venni. És hát talán ott lesz egy kicsi pihenő, de akkor meg már promózni kell. Aha, hát ez az. Igen. Szóval nem lesz. Igen. Uh-huh. Szerintem sajnálom, az majd januárban. Sajnálom, hogy tőlem kellett meg. Majd januárban. Egyébként most össze is törtem, úgyhogy gyorsan. Emélyt találkozok este a haverokon, és iszom egy sört. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert a továbbiakban, aztán majd jövőre nyilván jössz. Rendben. Péli Barna volt a vendégem ma este itt a Slágerarcokban. Én Fehér Marian vagyok, köszönöm a figyelmüket. Maradjanak, jön Habóczki Máté, és hozza a legnagyobb slágereket változatosan. A viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Slágerarcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM.